Kedves zarándokok, kedves testvérek! Krisztus szavait hallottuk. Ha beléptek egy házba, mondjátok, békesség e háznak. Ha béke fia lakik ott, rászáll a ti békétek. Jézusnak az egyik legszebb, legkedvesebb szava a béke. Ahogy a másút mondja, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Jézus anyanyelvén béke, sálom, ezt jelenti teljesség, tele. Egy különleges üzenete van ennek a szónak. Az a bölcsesség rejtőzik benne, hogy a béke nem pusztán annyit jelent, hogy éppen nincs háború. Egy családban a béke nem csak azt jelenti, hogy éppen nincs veszekedés. Éppen sikerült mindent a szőnyeg alá söpörni. Igazi béke csak akkor van, ha a férj, a feleség, a gyermekek szíve tele van őszinteséggel, nagylelkűséggel, szeretettel, jó akarattal. Ahogyan a világban is igazi béke csak akkor lesz, ha az emberek szíve, a nemzetek szíve, a hatalmasok szíve is tele lesz igazsággal, emberséggel, méltányossággal, jó akarattal. A béke ennyit jelent, teljesség. Az emberi szívet semmi nem tudja egészen betölteni, csak az Isten. A szívünket csak oda föntről lehet betölteni. Az zarándok ezért indul útnak. Kinyitja a szívét fölfelé. Látja az Isten gyönyörű teremtett világát. Engedi, hogy belé áradjon az Isten békessége, fénye, szépsége. Meg akar telni az ő erejével. Egyik nyáron, egy nagy zarándokhelyen voltam minden este, hatalmas tömeg gyűjt össze a kegytemplom szabadtéri oltára körül. És ahogyan ott több órán át az a rengeteg ember, szülők, gyermekek, idősek, fiatalok hatalmas nagy békességben ültek, azt éreztem, mintha odaföntről maga az Isten töltené be az emberek szívét kegyelemmel, áldással, örömmel. Egyik este egy idős asszony jött és mondta el, hogy a férje a betegsége utolsó néhány hónapjában nagyon-nagyon sokat szenvedett. És nagyon nehezen viselte el a szenvedést, állandóan panaszkodott, kiabált, szitta az Istent, az orvosokat, leginkább a feleségét. Nagyon nehéz volt mellette kitartania. És egyik reggel, egy ilyen nagyon nehéz éjszaka után csöngött a családban a telefon. Egy fiatal lány volt a vonal túloldalán, akivel a kórházban találkoztak. Ő is rákos volt, mint a férj. A lány is teljesen menthetetlen kezelésektől, már kopasz volt. Néhány hónapja volt hátra az életből. Azonban ez a lány egyáltalán nem esett kétségbe. Tele volt derűvel, reménnyel, erővel. Kérdezte az asszonytól, hogy van a férjed? Hogy viselte az előző éjszakát? Hogy bírja a fájdalmakat? Az asszony mondta a rettenetes helyzetüket, mire a lány azt mondta, nektek Jézusra van szükségetek. Gyertek el ma este a templomba. De az asszony azt mondta, a férjem nagyon rossz állapotban van, nagyon nagy fájdalmai vannak, alig tud menni. Ráadásul mi alig hiszünk az Istenben. Több mint 10 éve nem voltunk templomban. Nem tudunk elmenni. A lány azonban nem adta föl. Azt mondta, add ide a
férjedet hívd ide, add neki a telefont. Asszony oda vitte a telefont a férjének. A lány tőle is kérdezte, hogy vagy, hogy bírtad az éjszakát? A férfi neki is panaszkodott. Mire a lány azt mondta neki, neked Jézusra van szükséged. Ő megkönnyíti a terheket. Gyere el ma este a templomba. A férfi engedett ennek a kedves meghívásnak, unszolásnak. És este nagy nehezen ott volt a feleségével együtt a templomban. Pont annak a közösségnek volt esti imádsága, amelybe a lány is tartozott. Hatalmas örömmel fogadták őket, külön értük is imádkoztak. Kifelé, ahogy búcsúzkodtak, sokan át is ölelték a férfit. Ahogy kiléptek, úgy érezték, hogy óriási terhek esnek le a vállukról. A következő éjszakát a férj végig aludta, mintha a fájdalmakat is másképpen élte volna át. És aztán következő reggel újra csöngött a telefon a családnál. Megint a fiatal lány volt, kérdezte, hogy hogyan vannak, hogyan telt az éjszaka. Nagyon örült a jó híreknek. És a végén, mielőtt elbúcsúzott volna, még ennyit mondott az idős feleségnek, hogyha az én betegségemnek csak az a célja, hogy néhány betegtársamat elvezessem Jézushoz, akkor én már csak ezért is ezt a keresztet nagyon szívesen vállalom. Milyen döbbenetes ez. Egy fiatal lány néhány hónappal a halála előtt azt mondja, hogy már csak ezért is, hogy néhány társát Jézushoz elvigye, ezt a keresztet nagyon szívesen hordozza. Ennek a világnak Isten békéjére van szüksége, amely odafentről jön, amit senki más nem adhat, csak ő, és amit senki nem tud tőlünk elvenni. Ez a világ ő rászomjas. A zarándok ezért kell útra, hogy kinyissa a szívét fölfelé. Az első bibliai olvasmányban pedig Józsefről hallottunk, akiben, mintha küzdene a sérelem, a bosszú vágy és az irgalom. És aztán a végén azt halljuk, hogy Józsefből kitör a sírás. Annyira, hogy még kívül az egyiptomiak is hallják, győz benne az igazi, a hitelesebb énje, az irgalom és a megbocsátás. Kedves testvérek, hányszor bennünk is küzd a keménység, az önzés, a magunk akarata, a magunk sérelmei, és a megbocsátás, az irgalom, a nagylelkűség. Egy zarándok út arra is való, hogy elinduljunk a szeretet útján, a megbocsátás útján. Néha ez az út nem is egészen könnyű. Kezdődik azzal, hogy valaki elhatározza, hogy soha nem állok bosszút azért, amit ellenem elkövettek. Szóban sem, a háta mögött sem, semmifajta módon nem adom vissza a kapott sérelmet. Egyedül Isten az, aki ítélhet. Ő rábízom a múltamat, az életemet. Egy második nagyon fontos lépés, távolról imádkozom azért, aki bántott, aki sértett. Kívánom azt, hogy belássa a bűnét, a tévedését, a helyes útra térjen. Egy harmadik lépés az, hogy ha találkozunk, köszöntöm, szóba állok vele, segítek neki. És csak egy negyedik lépés lesz az, hogy majd
a szívemben is érzem, hogy megbocsátottam. A megbocsátás hosszú út, a szeretet hosszú útja. Egy zarándoklat ebben is segít. Elindulni a házastárs felé. A nehezen elviselhető rokon, szomszéd, ismerős felé. Járni az irgalom útját. Hogy mit is tehet egy zarándoklat, hadd idézek föl befejezésül még egy esetet, amely Amerikában történt anyák napján. Egy 40 év körüli nagyon gazdag ember, aki család nélkül élt, reggel bement egy virágüzletbe, rendelt egy nagy csokor virágot az édesanyjának, aki körülbelül 100 kilométerrel messzebb lakott, hogy ott helyben szállítsák ki a számára. És ahogy jött ki a virágüzletből, látta, hogy a lépcsőkön egy lány ül és zokog. Oda ment, kérdezte, hogy mi a baj. Mire a lány mondta, hogy nincs elég pénzem, hogy virágot vegyek az édesanyámnak. Az ember mondta, gyere be, veszek. Meg is vette a kis csokrot. Ahogy jöttek ki, megkérdezte, hogy elvigyelek az édesanyádhoz, hogy átadhass neki. Lány bólintott, beült az autóba, és elkezdte irányítani, és az autót egy temetőhöz vezette. Ott kiszállt, oda ment az egyik sírhoz, és letette a virágot. A 40 éves férfi megrendülten nézte, aztán gyorsan visszament a virágüzletbe, lemondta ezt a rendelést, vett ő maga is egy hatalmas csokor piros rózsát, beszállt az autóba, levezette azt a 100 kilométert, átadta az édesanyjának. Vannak olyan utak, amelyeket csak a lábunkkal járhatunk végig. Az zarándoknak nagy szíve van. Elindul, hogy találkozhasson az élő Istennel. Hálát adunk minden zarándokért. Imádkozunk azért, hogy ez a zarándoklat is segítsen mindannyiunkat előre, a szeretet útján, a nagy lelkűség útján, a hit útján. Amen.